Tisztelettel és szeretettel üdvözlök mindenkit most szentesen. Mondjuk el a tiszta univerzum mantráját, az Om Námot 7-szer közösen. Hölgyeim és uraim, egy jóga stúdióban ülünk, megköszönöm Böbének, hogy itt ülhetünk, és jó páran járhattok ide az Eszenci Jóga stúdióba ugye gyakorolni. Képzeljük el, hogy meghívjuk Patanjalit és Shakyamuni Buddhát egy teára. Vajon miről beszélgetnénk? És ha még ugye nem olvastátok volna, de a tartósan jogát gyakorlók előbb-utóbb olvassák, akár a Patanjali Yoga Sutráit Vyásza kommentárjával, és esetleg más kitűnő jogik kommentárjaival, vagy pedig a Raja Yoga Sutrák néven ezt elérhetitek. Miért érdekes ez? Talán azért, mert a jóga, akármit is láthattál belőle eddig nyugaton, az a teljes szellemi gyakorlat vertikuma, tehát az első szabálytól az utolsó lélegzetvételig minden benne van. Az első testgyakorlattól, ászanától a legkomplexebb mentális formációkig és a teljes gyána és szamádi tapasztalatáig minden benne van. Az astangát nem Krisnamacsárya találta föl, hanem a jogának a 8 rétű ösvény, az astó, ugye a 8 rétű ösvény, amely egyébként a nemes 8 rétű ösvénnyel így nagyon távolról, de rokonságot mutat. Nem a tagjaiban, hanem a tagolásban magában. Ez eszméletlenül fontos, hogy a két hagyomány vonal, tehát az eredeti védánt, ezt nem mondanám hinduizmusnak, van egy picikét különbözik, és a zen, ami a gyánából ágazott ki és ment Kínába, ezek között az analógiákat lássuk, így a szerkezeti hasonlóságokat és különbségeket egyaránt tudjuk használni. Miről beszélgetne Patanjali és Shakyamuni Buddha? Gondoljuk ezt el. Patanjali ugye az általa leírt, nem ő találta ki, az általa leírt hagyomány korpuszát 4 részre osztotta. És nagyon érdekes, hogy a szamádi pádával kezdi. Tehát azzal az elmélyedés tannal, amivel te a meditációt gyakorolhatod, és még egy darab ászana és pranayama nem volt a felszínen, semmi. Csak az, hogy a legfősőbb tudatforma, az énség ellobbanása, szó szerint a szamádi az az énség ellobbanása, az végül is milyen. Buddha, amikor a nirvánáról beszél, akkor egy picikét hajaz arra, hogy nirvikalpa szamádi, ez a nir, az a semmi vagy megszűnés. Tessék arra egy picit figyelni. Tibetiek a nirmána kájában használják ugyanez a látszattest. Nagyon érdekes az, hogy milyen központi elemet jelöl meg a hagyomány mind a két oldalon. És a Buddha a sunyatával dolgozik, ami az üres teljesség, vagy teli üresség. Ez az a tükörszerű, térszerű tiszta tudat, amelyet a szamádi tapasztalatával elnyerhetsz, és hogyha jól gyakorolsz, meg is tarthatsz. Ez minden pillanatodat kitöltheti. A
kicsikét rendszerszerűbb jóga oldalon Patanjali nagyon szépen kerüli azt, hogy bármiféle eszenciát, elnézést megnevezzen, de egy valamit az elején kijelent. És ez pedig, idézem, jogas citta vritti niroda. Tehát a joga, azaz az uralom, az, hogy az elmét a gondolkodás elé visszaviszed. A saját csittádat, az elmédet a niróda állapotába, a gondolkodás mentes állapotba visszahozod. Ez azért fontos, mert ez tényleg a zennel, ez a gyönyörűséges, közös pont, amikor ugye Bodhidharmát idézve semmi, vagy nem tudom. A semmilyen, az úgy hangzott el, hogy megkérdezte a vúralkodó, hogy hát mennyi erényt gyűjtöttem azáltal, hogy számtalan szerzetes támogattam és templomot építettem. És egy botütésnyi szó volt a válasz, hogy semennyit. Megkérdezte, hogy ki áll előttem? Erre Bodhidharma azt mondja, nem tudom. És a bodhidharmai nem tudom, az valahol nagyon egyenesen megy vissza az 1000 évvel korábbi buddhai tanításra, hogy eredetileg nincs én. Eredetileg az az avatár, akit te abszolútnak gondolsz, és valahol az Isten saját képére teremtett, az relatív és keletkezett, minden ízében változtatható, minden karmája mulandó, és minden egyes tulajdonsága tökéletlen, azaz befejezetlen. Így kapcsolódik az anátman, vagy anattátana ahhoz, hogy visszatérünk a niróda állapotába, vagy a nem gondolkodás állapotába. Miért? Ugyanis ha megnézed a Védántának azt a pontját, amit tényleg megjelölt célként, az a nirodán keresztüli moksa, a felébredés. És ezáltal tapasztaljuk azt az átma brahmant, amit ugye a hinduizmus lényegnek, vagy legfőbb istenségnek jelöl meg. Ezzel az volt már több évezrede a probléma, hogy ezt annyira antropomorfizálták Indiában, felöltöztették, hogy ő ilyen, meg ezt tudja, meg ezt csinálja, meg ezt gondolja, olvasd el a Bhagavad Gita-t, nagyon szépen benne van, hogy már ez az ütés eltűnt, ezt a nem tudomot, ezt elfelejtettük. És a Buddhának az elérése az, hogy ez eredetileg nem egy entitás, hanem inkább a jelen valóság, a tükörség, a gondolat nélküli tisztaság, a dualizmustól való mentesség. Ez eltűnt. Tehát újra föl kellett találni. És hogyha te újra föltalálod ezt, azt újra tapasztalni kell. És az Atma Brahman sok-sok ideáját magával vívő pontja, az a buddhizmusban átadta a helyét az anátman, vagy az éntelenség, a nem keletkezés tanításának, és ezáltal valahol a niróda mellé szegődött, és a moksa mellé szegődött. Ezeket a párhuzamokat a zen szemüvegén keresztül nagyon jól lehet látni, és én javaslom, hogy használjátok. Ugyanis Patanjali nagyon okosan egy olyan kitérőt is tesz, hogyha valaki hisz az istenségben, nem mondja meg, hogy melyikben. Hát ezért a hindu panteon elég széles. Nem mondja meg, hogy melyikben higgyél te, de ha már hiszel valamelyik istenségben, akkor az iránta tanúsított önzetlen odaadás, Isvara Pranidána, az segít az úton, tehát segít a jóga gyakorlatában. De kirívó, hogy az egész szamádi pádában, vibhuti pádában semmi olyat nem mond, hogy neked hinned kellene valamilyen entitásban. Valamilyen külsődleges istenségben, vagy istenségekben. De ha hiszel, legyél szíves 100%-ig hinni. Mert az úgy jó, hogy akkor ne kételkedj. És ez a vagylagosság, ez nagyon emberi és nagyon normális. Miért? Ugyanis nagyon kevesen tudjuk azt a tudatformát tapasztalni, amiről ez a tanítás szól. Nagyon kevesen tudunk visszatérni a niróda állapotába, mert állandóan valamilyen digitális jármot visel az elméd. Állandóan válaszolni kell valami posztra. Állandóan valakinek a nézettségét kell növelni vagy csökkenteni. Egy olyasféle világban élünk most, ahol a niróda, azaz a gondolatoktól mentes állapotba való visszatérés szinte lehetetlennek tűnik. Már a hagyományok bölcsőjében is legyen az az indiai kultúrkör,
Tibettel, Nepállal, Butánnal, Mongóliával együtt, vagy a kínai kultúrkör, legyen az Nagy Kína mellett Tajvan, Korea, Japán. Tehát Ázsiában az elmúlt 100 év olyasféle kataklizmákat hozott társadalmilag, történelmileg, vallásilag, gazdaságilag, hogy nagyon kevés helyen maradt meg az a hagyomány, amely visszahozhat egy egységállapotba, amely a felébredés útját a hagyomány folytonosságával kínálhatja. És ezért itt, akár Szentesen, akár Békés Csabán, akár Szegeden, avagy az eredeti fényzen templomban az a feladatunk, hogy ezt újra felfedezzük magunkban. Tehát nem lehet azt mondani, hogy már visszatértem oda Lumbini ligetébe, ahol a Buddha megszületett, és valahol tapasztalom a gyökereket. Vagy visszatérnék mondjuk a megvilágosodásának a helyére Magadába, vagy a nirvánának a helyére Kusinagárba. Tehát ezek már nem állnak úgy rendelkezésre, hogy te odamész, és tapasztalod azt, amit a Buddha. Vagy bejárod Indiát, és olyan ásramokban vagy, csak is és kizárólag, ahol a jóga hagyománya eszenciális tisztaság alatt van, mert már nem ezt látod. Lámpással kell keresni azt, ahol autentikusan gyakorolnak. Másfelől, ha már kinőtted magad, és legalább olyan 10 éve gyakorlod azt, amiben hiszel, akkor bárhol gyakorolhatsz, és bárkitől tanulhatsz, mert már azt látod és hallod, amit kell. Tehát, hogyha a közös teás asztalra Buddha és Patanjali letennének egy fogalmat, az mi lenne? Ahogy kitűnő jogi barátaimat szoktam ezzel szórakoztatni, az átma bráhmant és az anátman tanát, hogyha összerakod, akkor ez az anátma bráhman lesz, az éntelen legfensőbb énség. Ugyanis, hogyha azt mondod, hogy ez van, ez az átma bráhman, valaminek a létét mondom, hibázom. Ha azt mondom, hogy ez nincs, lásd Bodhidharma, ahogy félre lehet őt érteni, az is hiba. Ha azt mondod, hogy van, elmentél a pozitivizmusba, ha azt mondod, hogy nincs, elmentél a negativizmusba vagy nihilizmusba, és a nyugatiak mind a kettőt elkövetik. Az intellektüelje inkább a nihilizmus felé megy, mert az intellektusa kiírtja a fogódzókat. Az érzelmesebbje az együttérzésen keresztül inkább a pozitivizmus vagy jó, hát legalább szeressük egymást egy kicsit, ha lehet. Ha már ennyire a gondolat kiirtotta a rendszert, saját magát, akkor legalább valami együttérzés legyen, amitől jól érezzük magunkat. És mind a kettő hibás. Mind a kettőnél elfelejtjük ezt. Tehát amikor ezt a hangot hallod, nincs gondolkodás. Nincs anátman, nincs átmabrákman, még Bodhidharma sincs, nemhogy Patanjali vagy Sákyamuni Buddha. Akkor csak az van, hogy az ég kék és a fű zöld, a padló barna, és a hangfal fekete. Tehát ez a tiszta pillanat, mint a tiszta tükör, ez a niróda vagy a nem tudom állapotának a helyes használata. Kétségbejtően egyszerű. Borzasztóan kevés kell hozzá. A zenben tehát inkább felejteni szoktunk a szó tisztuló értelmében, és nem pedig széttanuljuk magunkat, hiszen már annyi mindent tanultunk, és nagyon kevés használható belőle. Tehát hagyni kell leegyszerűsíteni az elmét odáig, hogy a használható, a világos, a lényegi, a másokon és magamon egyaránt segítő az marad, és a többit azt nyugodtan engedheted elporladni. Mindaddig, amíg dualisztikus elmével kötődsz egy jelenséghez, az az énséged része. Ha pozitívan kötöd meg, öröm, akkor egy örömteli része az énségednek. Hogyha szenvedéssel negatívan kötöd meg, akkor traumatikusan része az énségednek. De ha megnézed, az én élményed ilyen pozitív és negatív hatásokból van összerakva. Egyik nyomja a másikát, és így mindegyik determinált. Ismerős? Remélem. Tűzifáról szól az eredeti versben, de a karmára ugyanúgy igaz. Bár mostanában a tűzifa is nagyon determinált. Úgyhogy tessék megnézni azt, hogy a karmád miből áll, és mi az, ami látja ezt az egymásra utaltságot, ezt a fajta determinizmust, amit
nagyon gyakran nem látunk változtathatónak. Már elég, ha ránézel. Teljesen mindegy, hogy az ént állítod vagy tagadod. Mit csinálsz most? Mit gondolsz most? Mit érzel most? Mit beszélsz most, vagy miről hallgatsz éppen? Úgyhogy tessék egyszerűen tisztán. Ne te szolgáld a rendszereket. A rendszerek szolgáljanak valamit, ami egyszerűbb és tisztább, mint önmaguk. Minden, ami összetett, válsághelyzetben szét tud esni. Ami egyszerű és tiszta, az meg tud tartani. Téged is, másokat is. Kinek van kérdése? Nekem az lenne a kérdésem, hogy hogy lehet a megfelelési kényszer karmaiból kiszabadulni. Eléggé furcsán fogalmaztam, de nem, én most iszonyatosan... mindenki így fogalmaz. Az elmúlt 3 hétben csak ezt hallom. A megfelelési kényszer, vagy a társfüggőség, ez a másik ilyen rokon értelmű kifejezés. Ez most valamilyen szipológiai csapból, ti biztos, hogy folyik, mert mindenki erről beszél. Na most, megfelelsz-e akkor a kalauznak, ha megveszed a jegyet a vonatra? Igen. Nem. A vonat közlekedés szabályainak felelsz meg, nem a kalauznak. Az a szabály, hogyha te hozzájárulsz a költségekhez, akkor felszállhatsz a vonatra. Ezt azért tudom ilyen mosolyogva mondani, mert Koreában megszűntek a kalauzok. Ugyanis a helyfoglalási rendszer annyira precíz, hogy van egy vonal, és azt mondják, innentől kezdve csak jeggyel, és azt is aláírják, mi bízunk önben. És az egyetlen egy ilyen ellenőrzéshez hasonló mozdulat, hogy végigmegy egy filigrán hölgy a vonaton, és egy ilyen kis prüntjögővel megnézi, hogy ha van szabad hely, akkor az miért szabad, hogy oda tényleg nem foglalt senki. És ugye minden, mert ott csak helyjegy van, ott csak ilyen ünnepekkor van az, hogy álló utast fölengednek, csak ülőhely van. Nem a kalauznak felelsz meg, a vonatközlekedés szabályainak. Mi van, hogyha nem akarsz megfelelni? Úgy érzem, hogy nem szeretnek, ha nem akarok megfelelni. Maradjunk a vonatnál egy picit. Mi van, hogyha te nem szeretnél megfelelni a vonatközlekedés szabályainak? Nem használhatom a vonatot. Tehát nem félsz a kalauztól, hanem nem szállsz fel a vonatra. Igen. Oké. Akkor most a második válaszodban már csak a megfelelés volt, de nem volt kényszer. Az elsőben volt. Ha a másodikra azt mondtad volna, hogy akkor félek a kalauztól, na, az még kényszer. Tehát lefordítva ezt család és pár kapcsolatra, hogyha te magad nem felelsz meg senkinek, akkor magányos leszel. Mert a kapcsolatoknak van törvénye. Az adás és kapás törvénye. Mit adok, mit kapok. Ha nem felelek meg a másiknak, és a másik sem felel meg nekem, akkor gyakorlatilag olyan egyedül maradunk, magunkat ítéljük magányra, mert nem akarunk megfelelni senkinek, és nem is hagyjuk, hogy más megfeleljen nekem. Ezt honnan látod, amikor valaki, és most a férfiban is van ilyen, hölgyeim, elnézést, hogy semmi nem elég jó te. Semmi. Akármit csinálsz, van egy kritika, negatív vélemény, és dob, mert semmi nem elég jó, amit teszel, mondasz, hozzol, viszel, és ez társgyilkoló. Nem lehet megfelelni neki, mert nem akarja, nem hagyja. És hogyha te ettől rosszul érzed magad, akkor vagy kényszeres. Azt szeretném még ehhez csatolni, hogy ha minél jobban meg akarok felelni, de az mindenkinek, tehát ilyen nagyon-nagyon-nagyon keményen, annál jobban fulladok, uh-huh. Ezt érzem, és teljesen mást mutatok másfelé, mint aki itt valójában. Kinek a szeretete hiányzik neked a legjobban? Szerintem mindenki. Nem. Apára és anyára bontsd le, melyiké hiányzik. Mind a kettői. Oké. Ezért van ez. Tehát tőlük nem kapod meg azt, ami neked, mint gyermek vagy utód joggal jár, és ezért mindenkitől be akarod szedni. Az egész világtól. De ezért az egész világnak meg akarsz felelni, az meg nem megy. Tehát ilyenkor be kell látni azt, hogy apától és anyától ezt nem kaptad meg.
és ha jól látom, nem is fogod, akkor erről le kell tudni mondani, mert hogyha nem mondasz le róla, állandóan pótszereket és pótembereket fogsz keresni. Sőt, az egyébként neked szintén járó társkapcsolatot, azt is pótszerként fogod kezelni, és a férfiak sok mindent elviselnek, de azt, hogy pótszerek legyenek, azt nem. Úgyhogy belül, és ha kell kívül, tessék elvégezni azt a munkát, hogy megköszönöm apámnak és anyámnak azt, amit adhattak, és amit nem adhattak meg, arról itt és most lemondok. És ezek után tudsz úgy tovább lépni, hogy már nem szeretett koldus vagy. Mert a megfelelési kényszer mögött, hölgyeim és uraim, szeretet hiány van. Azért kényszeres a megfelelés impulzusa. Ha csak meg akarsz felelni, és hát a kapcsolatoknak mindig van feltételhez kötött része, akkor ugye egymás feltételeit tudjuk. Lehajtom a WC-deszkát magam után. Vagy hogyha éppen egy fok kefénk van, nyugodtan moshat vele fogad, semmi gond. Van akinél gond, nálunk nem gond. Érted? Vagy tudom, hogy szereti az ananászt. Ő tudja, hogy én nem szeretem az ananászt. És ezek ilyen apróságok, de ezzel hidd el, hogy ki is lehet bélelni, és pokollá is lehet tenni az életet, attól függ, hogy merre simogatod a macskát. Tehát, hogyha te tartósan és szándékosan ezek az apróságokkal ellehetetleníted a szeretet kapcsolatot, mindig beleakadunk valami hülyeségbe, akkor nem lehet egy nyugodt esténk, mert mindennel baj van. És tudja, meg te is tudod, senki nem csinál semmit, hogy ez jobb legyen, csak akasztjuk egymásba a kis horgokat, és ilyen provokatív csendek vannak, hogy na, beszól, vagy nem szól be. Mert ha beszól, akkor az már az ő baja, és én nyertem, mert provokálni tudtam. Ismerős? Jaj, de jó. Na, nem gyakoroljuk ezt otthon. Azt kell gyakorolni, kérem, hogy hogyan lehet normálisan megfelelni egymásnak kényszer nélkül. Az a vicces, hogy ahogy szokják használni mostanában a megfelelési kényszert, az mindig átmegy valamilyen önfelmentésbe. Fel akarjuk menteni magunkat az egyébként vállalt kötelezettségek alól. Tudod? Hogy én nem foglak téged se kiszolgálni, se szeretni, se elfogadni, mert most tanultam, hogy a megfelelési kényszer az rossz. Tehát ez az elmének egy akkora önbecsapása, hogy az valami hihetetlen. És nyugodtan. Ha szeretnél nagyon magányos és elszigetelt és boldogtalan lenni, ne feleljél meg senkinek. Hogyha el szeretnéd veszíteni a meglévő boldogságot, szeretetet, akkor nyugodtan legyél kényszeres és remegjél, és menjél át koldusba, és akkor úgy is elveszítetted, mert ez ugyanúgy vállalhatatlan, mint a semmi. A túl sok, a minden, ugye, hogy mindennek és mindenkinek be akarok felelni, ez ugyanúgy vállalhatatlan, mint hogy senkinek. Itt is bizony a középút az, ami működik. A legnehezebb. Miért? Mert olyan kis eseménytelennek, meg átlagosnak tűnik. Hogy a középút, hát azt mindenki tudja, hát ugye közép, középszer, középosztály, közért, egyébként közép, érted? De nem. Azért nem, mert a szélsőségeket tudjuk mind nagyon jól. A minden és a semmi, az élet és a halál, a jó és a rossz, ezek között szoktunk ilyen kis fájdalmas színuszgörbével hajókázni és hullámvasutazni, mert ebből van az energiánk. Úgy érezzük, hogy attól, hogy dráma van, attól a másik jobban figyel rám. Vagy az, hogy ilyen túltöltött, 100%-os szénhidrát tartalmú örömöket adunk egymásnak, ettől majd jobb lesz a kapcsolat, kiderül, hogy nem. Elaltattuk egymást, átadtuk egymást, kényszeresen meg akartunk felelni egymásnak, túladagoltuk azt, amiből csak kevés is elég. Csak az, hogy a másiknak jó legyen. Nem, a másikat látni kéne, emberként tudomásul venni, esetleg együtt érezni, uram bocsá, nem dualisztikus bölcsességgel közösen gondolkodni. Ezek olyan maximák, hogy figyelj, társkapcsolatok, házasságok évtizedekig nem tudják elérni, ha az emberek ragaszkodnak a karmájukhoz. A kis önképükhöz, a kis ideológiájukhoz, és megmagyarázzák, hogy nekik miért van joguk szenvedtetni a másikat. Úgyhogy a kényszerből csak ez következik. Merj tényleg úgy önmagad lenni, hogy a másikat ugyanolyan fontosnak látod, hogy egy íznyivel fontosabbnak, mint saját magadat. És akkor, ha ezt a másik csak egy kicsit is viszonozza, és hidd el azért, ha működik, viszonozza, akkor nagyon egyszerűen, nagyon tisztán, ilyen megmagyarázhatatlan módon a kapcsolat működik, sőt, ha elkezdenéd magyarázni, az tönkre vágja.
Mert a magyarázatok szintjén mindig másképp fogjuk gondolni. De a csendes, nyugodt működés közepett a pillanatban tudnak az elmék találkozni és a szívek egyesülni, mert nem gondolták túl, mert nem beszélték túl. Tudod? És ez nem a kimondatlanság, vagy az elfojtottság, vagy a meg nem értettség, nem a rossz csönd. Értjük? Ez az a csönd, az a pillanat, az a jelenlét, amiben mindannyian találkozunk, akármilyen szinten vagyunk, hogy egyén, pár, család vagy csoport. Ezt a találkozást, ezt a közös tudatot, ezt kellene valahogy megvalósítani, és rengeteg út van rá. Csak az utakban az a közös, amit a bevezetőben elmondtam, hogy az elmének, a csittának a hánytorgásait, a vrittieit, azokat ki kell söpörni, zenül ez a dualisztikus gondolkodáshoz való ragaszkodás. Úgyhogy ne ragaszkodj az önképhez, amely kényszeres. Felelj meg annak a helyzetnek, kapcsolatnak, amiben vagy, amit te is teremtettél. Ha nem akarsz, köszönj el, és ne áltassuk egymást. Szervusz. Jó? Köszönöm szépen. Szívesen. Egyéb kérdés? Én ennek a helyzetnek a másik oldalán voltam többször is. Már látszott a homlokodon te, ahogy mondtam. Igen. Tudtam, hogy fel fogod tenni a kérdést. Mondjad. És azt szeretném megkérdezni, hogy én mit rontottam el abban? Tehát engem megfojtottak a szeretetéséggel. Nekem sok volt. Ez itt több kapcsolatomnál előjött. Te jó ember vagy? Törekszem rá. Ez a baj. Te annyira töreksz, hogy a másik beletörik. Ezért mennek szét a kapcsolatok. Ne jó vagy rossz ember légy, egészben légy. Láss, haj, érez, gondolkodj tisztán. Mihelyt egy vágykép hatalmába kerít, az már a másiknak más lesz. És azért törnek darabokra az állandóan jóra törekvő kapcsolatok, mert mindig szellemképes a képernyő. Tehát van a valóság, és van egy olyan kontúr, amit el akarsz érni, és törekszel rá. Ez nem azt jelenti, hogy ne javuljunk, csak ne a gondolkodás által kitűzött cél, vagy az érzelmeknek a szellemképe által. Én azt látom így az eddigi tapasztalataim alapján, hogy megfelelő szellemi gyakorlat nélkül, egy tiszta tudati tér nélkül, egy közös pillanat nélkül minden karma el tud rohadni. Még az is, ami az elején ilyen aranyból látszott, hogy van, és ez fantasztikus, úgy szeretjük mi egymást, ez fantasztikus. És két hónap múlva miért akarom meggyilkolni? Tehát mi volt még a szépségcsomagban, vagy az okosságcsomagban, ami annyira elviselhetetlennél vált, hogy kihozta belőlem azt, aki soha nem akartam lenni, de majdnem lettem. Borzalom. Tehát azért, mert állandóan valami szellemkép van, valami illúzió van, és olyasmire törekszünk, amiről mi azt gondoljuk, hogy jó, meg kell, meg kitűzték, és látszólag, de nem, akkor sem működik. Tehát egy intim kapcsolat elképesztő lehetőség arra, hogy te valóban tudd, hogy ki vagy, és valóban megismerd a másikat, hogy ő kicsoda. Ha ezt elfelejtjük, állandóan csalódunk. És a csalódások így haszontalanok. Ha ezt a kérdést, vagy dupla kérdést szem előtt tartjuk, akkor szintén csalódunk, de a csalódások legalább hasznosak. Értjük? Tehát amikor te törekszel, azt néha rútuk kihasználják, aztán ők is a saját kicsit manipulatív motivációjuk csapdájába kerülnek. Tehát te ne akarjál másokat megmenteni, ne akarjál másokat javítani, úgy segíteni, hogy ők ezt nem kérték. Ez egy nagyon komoly purgatórium, hogy mered kivárni azt a tisztító tüzet, hogy rájöjjön. És te ott vagy, és nem mondod meg. Szereted, együtt érzel, segíted, ahol nyilvánvalóan kell. De nem mondod meg a tutit, mert azon nyomban, minél közelebb van, annál erősebb fal lesz, hogy te nekem ne dumáljál itt jobbra-balra, hogy szerinted bennem mi a hiba. Én azt tudom. Amit te hibának mondasz, az nem is hiba. Mert az én vagyok. Úgyhogy ezzel óvatosan. Nézd meg, hogy hogyan segítheted a másikat, hogyan szeretheted a másikat. Ne te akarjál pusztán jobb ember lenni, mert látod, mi a következménye. Igazából nem tudom, hogy hogyan fogalmazzak, hogy érthető legyen így röviden. Bár egy picit leteszem a zenbotot, mosolygok, ez segít? Nem tudom. Na mondjad. Röviden, amúgy 18 éve vagyok
házasságban. Gratulálok, hány gyerek van? 3. Wow, hát akkor mi a baj? Ne, egyébként 5 gyermek van, mert a férjem első házasságban van 2 nagyfiú, és pont emiatt szeretnék kérdezni a nagyfiú, az első házasságból a nagyfiú miatt. Igazából nem tudom, nem tudjuk hova tenni, meg hogyan kezelni azt a helyzetet, hogy igazából a mi közös életünknek az első 10 éve a sajnos arról szólt, hogy bíróság, gyámügy, stb. Ugye a másik fél miatt. És végre nagykorúak lettek a gyerekek, és azt hittük, hogy jogilag is véget ér ez a Herce utca. És most azzal kellett szembesülni, hogy a nagyobb gyermek igazából folytatja ezt az utat, tehát úgymond beperelte az édesapját, és nem tudjuk hova tenni. Tehát, hogy az évek alatt rengeteg mindent tettünk szerintem pozitív irányba a gyermek érdekében, és nem tudjuk igazából feldolgozni, vagy kezelni ezt az egész helyzetet, hogy azt gondolnánk, hogy most nyugodt élete lehetne mindenkinek, úgymond, tehát mindenki vállalhatná felelősséget a saját életéért, és élhetne nyugalomba, de igazából kezdődik minden előre. Az feltűnt, hogy az emberek tudatszintjüknek megfelelően vágyják a nyugalmat, vagy a konfliktust? És minél alacsonyabb a tudatszint, annál kevésbé tud konfliktus nélkül élni? Minél magasabb, annál jobban elfogadja azt, ami van, műveli a karma törvénye szerint az élet és halál nagy munkáját, de egyébként akik mindig más energiájából akarnak élni, és itt a kulcs, azok mindig projektálnak, és hogyha jogi úton is megtehetik ezt, akkor úton útfélen a semmiért beperlik a másikat, csak azért, hogy az idejét, energiáját, pénzét fogyasszák. Na most ebből minél hamarabb ki kell szállni. Tehát ezt akkor nyered meg, hogyha te minél kevesebb időt, energiát és pénzt kell, hogy fordíts erre. Meg kell nézni, hogy mi az értékesebb ebből a háromból, és hogyha rám hallgatsz, akkor az idő és az energia értékesebb. És a halotti leplen nincs zseb. Na most itt azt gondolom, hogy össze kell ülni a családnak, és még megpróbálni úgy ráhatni erre a fiúra, hogy egy picit a feltáró beszélgetés nyomán megkérdezni, hogy valójában mit akar. Tehát mit akar elérni. Mert állítom, hogy ő se tudja, csak az anyai mintákat, vagy a nevelő apai mintákat másolja. És innentől kezdve, hogyha ez a célképzet letisztul, akkor kiderül, hogy ennek, amit ő szeretne, nem a perlekedés az útja. Tehát tipikusan a 4 nemes igazság tanítását kellene itt felhasználni, hogy mi a szenvedés ténye, oka, megszüntetése és a megszüntetés útja. Tehát a férfiakat, akiket említesz, nem látván, nem lehet pontosan innen megmondani, hogy a fiúnak mi a motivációja az apjával szemben. Hogy bosszút akar állni, vagy nem kapott elég szeretetet, vagy mindkettő. Ezt azért nem lehet, mert lehet, hogy ő sem tudja. Viszont fel kell tárni a lelkében az indítékokat. És ehhez kell beszélgetni, még akkor is, ha ő erre nagyon ritkán hajlandó esetleg. Úgyhogy, ha ebben valahol egyet tud érteni apa és fia, hogy ezt megbeszélik, akkor lehet, hogy ezt rövidre lehet zárni. Az lenne a legszebb, ha kiderülne, hogy a fiú képvisel valakit. Hogy nem a saját játékát játsza. Beszélgettek, és teljesen egyértelmű, hogy ő egy mozgássérült gyermek, fiatal fiú, teljesen épp elmével, csak éppen a 4 fal között él. Tehát nem él a mindennapi életet, tehát valamilyen szinten egy burokban él, és igazából fogalma sincs, hogy mi van a keresett levélben, tehát hogy miről szól, de ő azt mondta, hogy úgy tudja, hogy ez járhatna neki, és akkor ő ezt végigcsinálja, tehát ő ennyivel elintézte. Jó, innentől kezdve a részletekben én nem tudok hitelesen belemenni. Tehát, hogy igazából nem tudjuk, hogy... De még tovább. Kénytelenek vagyunk végig. Nem kell, tehát hol a vége? Tehát a jelenségeknek eredetileg nincs kezdete vagy vége. Ott, ahol elkezdjük, elkezdődnek, ott, ahol befejezzük őket, ott végük van. De hát bíróságra adta az ügyet, tehát bíróságon igen. Van. Jó, tehát én ezt most szándékosan a tények ismeretének a hiányában nem vihetem tovább. Ismét beszélgetni kell, és ismét feltárni, hogy miért csinálja, mi az oka, mi a célja, és ezt rövidre zárni. Semmi mást nem látok. Jó? Köszönöm. Egyéb kérdés? Nos, a kérdésem arra vonatkozna, hogy létezhető az, hogy az embernek szükséglete a konfliktus? Igen. Vagy hogy igénye van rá? Én bizonyám.
Az utóbbi időben kezdtem gondolkozni azon, magamra is értve és a párkapcsolatomban felfigyelve rá, mintha nem volna feltétlen szükséges az, hogy a súrlódás megtörténjen, azonban valahogy mégis ismétlődik. De nem csak a kapcsolatok terén. Meg kell nézni, hogy az adott helyzetben te vagy a gyufás doboz, vagy a gyufaszál. Tehát, hogy te vagy az aktív, vagy a passzív résztvevője ennek az egésznek. Az aktív az a gyufa fej és a gyufaszál együtt, régi gyufáskatolya oldala, és akkor kipattan. Tehát két elme között, két karakter között ez a mozdulat, ez a lángnak az oka. Viszont, hogyha a gyufaskatujáról vagy a gyufafejről lemállik a foszfor, akkor ez lehetetlen. Ez a foszfor, ez a reaktív tudat. Amikor arról van szó a szívszutrában, hogy meghaladva minden illúziót, az ellobbanást eléri, az azt jelenti, hogy a te feledről leesett a foszfor, és nem vagy provokálható, nem vagy olyan helyzetbe hozható, hogy te akaratod ellenére részt vegy egy konfliktusban. Viszont, ha egy konfliktus szükséges ahhoz, hogy őszinték legyünk egymáshoz, akkor azt engedni kell kirobbanni, viszont irányítani kell a felszabaduló energiát. Elárulom, az emberek egy része, és sajnos láthatóan nagyobb része, azért szereti a konfliktust, mert egy, rengeteg energia van benne, és másképp ő nem tudja ezt elsajátítani, csak az ellentétek felszításán keresztül. Kettő, nem tudja uralni, hogyha már kirobbantotta. Tudod? Tehát az ellentétek ütköztetése nem kell, hogy veszekedéssé fajuljon, de általában azzá fajul. Tehát az indulatok, azok nem maradnak meg a megfelelő kerékvágásban, hanem elkezdünk személyeskedni, elkezdünk ítéletet alkotni. Azt, hogy nagy energiával, akár emelt hangon is, de nézetet cserélünk, az nem jelenti azt, hogy közben ne szerethetnénk egymást. Konfliktusokra nem ez jellemző. Hogy alig tudják visszatartani egymást attól, hogy fizikai vagy lelki sérülést okozzanak, ez sokkal inkább jellemző. Tehát nem bírjuk az energia hiányt sem, túl nagy a nyugalom, csináljunk már valamit, találjuk már benne valami hibát, hogy legyen miről vitatkozni, ugye? Vagy pedig hirtelen annyi energia szabadul, hogy alig bírom letenni a konyhakést a kezemből. Tehát ez pedig a túl sok. És kiderül, hogy itt is a középút jó, hogyha minden nap őszintén tükröznénk esetleg, enyhén ütköztetnénk a nézeteltéréseinket, nem halmozódna föl annyi elfojtott harag, hogy egyszer csak robban az egész, és akkor szétmegy minden, és nem akarunk hetekig beszélni egymással. Tehát a konfliktusok azok nem jók és nem rosszak, de a bennük felszabaduló energia mekkora? A bennük kódolt információ milyen? Miről vitatkozunk? Kiről vitatkozunk? Mi az, amiben tényleg nem érthetünk egyet? És hova futtatjuk ki az így felszabaduló energiát? Ha ezt nem tudjuk, akkor a konfliktusok is haszontalanok, és a nyugalmat sem tudjuk megfelelően megélni. De mi emberek annyira ellentétekre vagyunk szakadva, érzelmileg, gondolatilag, hogy csak komoly szellemi gyakorlat által és az ellentétek meghaladásával tudunk egy olyan tudatállapotot elérni, amely nem kettős, amely nem konfliktusra épül. Felhasználja az ellentéteket, de harmonizálja őket sem, mint egymás ellen fordítaná őket. Ez a tudathoz, ez egy elég komoly gyakorlat kell. Ez pont az, amit a bevezetőben mondtam, hogy a dualisztikus gondolkodás, a sok-sok vritti, mint hullám, felfüggesztése, vagy ki nem bocsátása. Na, a gondolkodás előtti tudat nélkül, vagy a niróda, vagy moksa állapota nélkül ez nem fog menni. Ezért kell gyakorolni, és akkor úgy érzem, hogy az, amit kérsz, vagy szeretnél, az megvalósulhat. De egyet tudj, az élet vállalása a konfliktusok vállalása. Nincs olyan élet, amiben nem lenne valamilyen szintű hőfejlődés, surlódás. Ha teljesen le akarod szedni a foszfort mind a gyufaszáról, mind a gyufáskatujáról, el kell menned egy tökéletességorientált szerzetesi közösségbe, ahol csak szabályok vannak, és aki nem engedelmeskedik a szabályoknak, azt azonnyom a harmadik sértésnél küldik el. Vannak szigorú téraváda közösségek, ahol két hetente felolvassák a több mint 250 fogadalmat, és mindenkinek be kell vallania,
hogyha bármelyiket is megszegtes, a megszegés mértékében különböző fokozatú bűnbánatot kell tanúsítani. Tehát tudjuk ezt nagyon. Tehát a konfliktusmentesség jegyében elképesztő rendszeralkotásra vagyunk képesek. És természetesen a téravádinoknál sem pusztán az a cél, hogy konfliktusmentesség, hanem a nirvána. Hogy ezek által mi a legnagyobb konfliktust küzdjük le, az élet és halál szembenállását. És ezt úgy küzdöd le, hogy nem születsz meg. Eltűnsz az alkonyatban. Úgy feloszlatod a karmádat, hogy nincs lélekteste, ami újjászülessen, vagy újra szülessen. Hogyha ezt idáig lehet vinni, az igazi kérdés az, hogy szeretnél-e életben lenni. Ha szeretnél, akkor valamilyen minőségben valamennyi konfliktust vállalni kell. Világos. Köszönöm szépen. Szívesen. Egyéb kérdés? Sokszor van az nekem is, hogy benne maradok úgy konfliktusban, hogy tehát már látom azt, hogy kezdődik a játszma, úgymond. Kezdődik? Igen. De filmen, vagy rádió, vagy hogy nem kezdődik? Nem, csak érzem azokat az érzéseket, hogy amit nem szeretnék érezni. A reklám után. És először fölfogom, hogy nagyjából mi fog következni, felfogtad? És hogy ebben most nem szállok bele. Te jó csinál, és te aztán felfogom. Benyomják a nyomógombot, és utána... Benyomják? És akkor hányan? Benne is vagyok. Hát a másik fél. A másik fél? Igen. És be tudja nyomni? És ez kinek a hibája? Én is benne vagyok. Is? Igen. Tehát ezt én nem tudom kontrollálni, megirányítani, az egyértelmű. Tehát... Hívni kell a lelki villanyszerelőt, aki a olvadó biztosítékok helyett ezeket a kis, tehát hogy ne menjél gajra benne érzelmileg. Az olvadó biztosíték az egy nagyon régi találmány, ott benne egy ilyen kis drót, egy ilyen kis szál, ilyen kis porcelán kütyűben, és hogyha túllépte a feszültség a határt, ez leolvadt, és a rendszer többi része az éppen maradt. Igen ám. Csak ezeket most már ilyen kis billenő biztosítékokkal helyettesítették, és ez csak úgy lecsapódik, nem ég ki. Ez a lecsapódó dolog, ez arról szól, hogy te megszünteted azt az elképesztő feszültséget, ami benned a másik által kialakulhatna. Tehát ez a biztosíték mozdulat, hogy föl, ez azt jelenti, hogy nekem igazam van. Lekapcsolod, nem kell, hogy igazam legyen, nyugodtan mondd. Gyakorlatilag a semmiből mondod, és a semmibe mondod. Ez a legidegesítőbb, hogyha nem tudja benyomni a nyomógombjaidat. Van, amikor sikerült, tehát hogy... Igen, de miért? Mert nem húztad le az igazam van biztosítékát. Ezt neked kell észrevenned. Tehát, hogyha be tudja nyomni a másik fél a nyomógombjaidat, az a te hibád. Az, hogy ő be akarja nyomni, az az ő problémája. Igen, és ezt hogy tudnám jobban? Tudatosabban figyelni, hogy jó. Irányítani, vagy nem tudom, hogy fogalmazzam meg. Tegyünk egy próbát. Ha ott ülsz, ahol én, és valaki bejön az ajtón, milyen messze van? Nézd meg. Az kb. 5-6 méter odáig. Mennyi időn van eldönteni, hogy kicsoda az az ember, aki éppen belép az ajtón? Pár másodperc. Nem, hát nem röpül, nem egy eldobott kő, ameddig ideér. Hát szép lassan onnan elindul ide, és mire ideér, addigra meg kell látnom, hogy nagyjából mit hozott, kicsoda és a többi. Ennyi időm van. Na most, ha odállok az ajtóba, és így rám nyitja az ajtót a jövevény, mennyi időm van? Rövidebb. Sokkal rövidebb. 2 másodperc. A tudat terében is ez van. Ha te meditálsz, és a tudatod tere kitágul, mert nem vagy tele az énségednek a falaival, akkor az illetőnek az impulzusát még az előtt látod, hogy kimondta volna. Vagy uram, bocsá, megtette volna. És eldöntheted, hogy reagálsz rá, vagy sem. Ha valaki 6 méteren keresztül sétál ide, mielőtt leül elém, már el tudom dönteni, hogy akarok vele beszélgetni, vagy sem. Ha beszélgetek, milyen hangnemben kezdem, és milyenben nem. Van-e okom félni tőle, vagy sem? Ezt mind láthatom. De ha így rögtön az arcomba csap, akkor nem. A tudattere pontosan ez, ha én leszűkítem a saját stresszelésem által. Hogyha a fixa ideáim falai mögött vagyok csak, valaki rám nyitja az ajtót, tehetetlennek érzem magam, mert nincs reakcióidőm. Nincs a tudatomnak tere.
Nem tudom felfogni, hogy ő valójában kicsoda. Mert magamat sem ismerem. Tehát egyszer csak meditálj egy olyat, hogy Kristóf be tudta nyomni a nyomógombjaimat. Hol vannak az én nyomógombjaim belül? Szépen így az érzelmi skálát végignézed, és megtalálod ezeket a piros csíkokat, hogy itt te sérülékeny vagy, itt te provokálható vagy. Az önképednek ez a része nincs rendezve, mert már anya és apa se rendezte benned. És ezek a régi sérülések, vagy régi szennyeződések, ezek a sebezhetőségek, és elmondom, ez az ellentétek törvényének egy brutális igazsága, hogy úgy választasz párkapcsolatot, teljesen tudattalanul, mert tudatosan az ember nem törekszik saját szenvedtetésére, ugye? Vagy mégis? Hogy a társkapcsolat előbb-utóbb erre ráérezzen, és szépen szembefordítson téged a saját gyengeségeiddel. És hölgyeim és uraim, ne várd, hogy ez egy intim kapcsolatban ne történjen meg, mert ez biztos, hogy ott lesz, ha elég időt töltötök egymással. Tehát ott lesz a másiknak ez a gyulladt nyálkahártya-szerű, piros-vörös sebezhetősége, és az igazam van gombostőjével úgy bele tudunk döfni, hogy az valami hihetetlen. Úgyhogy ilyenkor nagyon óvatosan, akár mint adó, akár mint kapó. És ha te belül felszámolod a gyengeségeidet, sebezhetőségeidet, naivitásodat, agresszivitásodat, ezek mind szélsőségek. Ez az, ahol a tükör vagy domború, vagy homorú, ahol vagy van rajta egy hasadás, vagy pedig egy él. Érted? Itt a tudatod tükre be van szennyezve korábbi karmád által. És ha ezt nem hántod le róla, akkor ugyanazt fogod kapni, még hogyha társkapcsolatot váltasz, akkor is. Azt felfigyeltek esetleg arra emberkéink, hogy mindenki, aki valaha fájdalmat okozott neked, nagyon hasonlóan tette, holott nem is ismerték egymást, mert ez rajtad múlt. A saját sebezhetőségeden múlt, a saját feldolgozatlanságodon, hamis önképeden, illúzióidon múlt. És hogyha te ezeket felszámolod, akkor hirtelen megváltozik a kapcsolatrendszered, és más férfiakat, nőket vonzol be. Megváltozik a barát, ellenség, társkapcsolat, egyéb paradigmája. Ugye ez feltűnt? De ha nem, akkor egymást nem ismerő emberek, mint hogyha egy sorba állnának, mint a kis dominók, hogy mindig ugyanott dől le. Mindig. Na, erre tessék figyelni. Köszönöm. Hogyan lehet felszámolni? Hogyan keletkezett? Hát ez az. Nem tudom. Ugyanígy lehet felszámolni, hogy nem tudom. Hogyha gyakorlod a nem tudomot, akkor előbb-utóbb ezek a fixa ideák, amik egyébként a jelenlétet kisugárzását meghatározzák, azok elporladnak. Tehát minden karma egy információ és energia összetételéből áll. Az energia az, ahogy te az érzékszervi és mentális síkon azokat kibocsátod és elfogadod. Yin és yang típusú energia. Az információ tartalma pedig első fokon az, hogy ez gondolat, érzelem, látás, hallás, szaglás, tapintás, ízlelés. Úgy képzeld el, mint amikor az energiát felbontod egy prizmával, mint a fénysugarat, a prizma fölbontja a szivárvány színeire. Tehát az eszenciádat, a lényegi működésedet, az érzékszervi sík, ugye öt érzékszervre bontja, és a mentális sík alapból beszédre, gondolatra, érzelemre és cselekedetre. Ebből kettő látható és hallható, cselekedet és beszéd, gondolat és érzelem nem látható, de ugyanúgy térformáló, mint a másik kettő. És hogyha te meglátod, hogy a vonzás és taszítás törvényét követve, te hogy engeded be az agressziót magadhoz? Vagy hogy vagy annyira naív, hogy jó indulatot feltételezel, holott nem ez áll fönt feléd? Hol van a fixa idea, az elvárás, a kényszer, és hol lehet az, hogy tisztán látsz, és hogy pont úgy látod a másikat, ahogy van? Tehát kezdjük azzal, hogy ámornyil a vak, és a legközelebbi szeretett kapcsolatainkat formáljuk olyan alapon, hogy nem nézzünk körül, nem nézzünk magunkba, nem nézzünk a másikba, csak a vágytárgyat látjuk. A vágynak különböző tárgya lehet, testi, lelki, anyagi, szellemi, de ha csak a vágytárgyat látod a másikban, és nem azt, hogy mi van még a csomagban, elképesztő durva hullámvasutazás következik. Értjük a problémát. Ezért kell a tiszta tudatot gyakorolni,
Mert a tiszta, tükörszerű, térszerű tudat, amely eredeti, igazi önmagunk, nem pedig pusztán ez az avatár, aminek hiszed magad, ez a minőség az, ami egyrészt bennünk közös, tehát hogyha ezt gyakorlod, akkor előbb-utóbb együttérzés lesz a másikkal, mert tényleg tükröződik benned az, ami a másikban van. Az együttérzés nyomán pedig valamennyi bizalom azért csak keletkezik. És ez a konfliktusnak így egy kicsikét a meghaladása, vagy ki nem pattintása. Ha azt érzem, hogy a másik érzelmileg az én oldalamon áll, akkor nem akarom legyilkolni, legalábbis nem rögtön. Tehát az is baj néha, hogyha valaki a barátod és túl jó szeret. Mert szokatlan. Eddig téged nem szerettek így. Ilyen közel még sose álltak hozzád. És ez néha gyanús, ugye? Tényleg jó ez nekem? Hogy a másik őszinte ilyenkor, vagy csak akar valamit? Kész. Már ütöttél is, hogy miért? Azért! Tehát ennek a felszámolása a saját illúzióink felszámolásával egyenlő. A saját hamis önképünk felszámolásával egyenlő, mert akkor esélyes, hogy a másikat is tisztán látjuk. Szerintem a hullámos utaz az azért az 18 év alatt elég sok minden volt, amikor ugye már tükröt tart az ember a másiknak, sőt, hogyha már a gyerekek tükröt tartanak, tehát amikor már ugye visszalátjuk a gyerekeket. Nem azt szeretném megkérdezni, hogy akkor az is egy természetes folyamat ebben, amikor az ember teljesen úgy érzi, hogy teljesen magára maradt, tehát hogy eltűntek a barátok körülötte, mert hogy valószínű cserélődik a... Természetes ennek az állapotnak a megjelenése, de az eltűnése is. Ez is illúzió, amit mondasz, de egy korábbi illúzió helyett. Tehát ha ezt is felszámolod, akkor valami újdonatúj módon jelenik meg a társ is, a család is, meg a csoport is. És ezt a fajta illúziót érdemes felszámolni. Mert minden állapot, ami jött, az megy is. Azt a látót kéne tapasztalni, ami ezt látja. Mert előbb-utóbb tapasztalod a vezérlőt is, ami ezt uralja. És amikor a látó és a vezérlő ugyanaz, az egy megfelelő fokozat, csak nagyon nehéz megtartani. Általában leesünk a ló egyik vagy másik oldalára, ezt onnan tudod, hogy belül ez a kis órarúgó gerincű felpattanó kijelenti azt, hogy majd én jobban tudom. Vagy nekem ez már megvan, vagy majd nekem még inkább igazam lesz. És ez az énség, ez tönkre vág mindent. Ennek a felszámolásában egy nagyon jó felszámoló biztos van, ezt úgy hívják, hogy miben segíthetek. És miben segíthetek, az egy eszméletlen fegyver a másik teljes ambíciójának a szelídítéséhez. Borzasztó valakit önzetlennek látni, amikor te csak egóból dolgozol. Ez akkora csalódás, hogy alig vállaljuk. Egyébként is. Van egy 3 éves kisfiam, és egy 8 hónapos kislányom. Gratulálok! Köszönöm! És ugye addig, amíg nem született meg a kislányom, addig minden rendben gondoltam, kisebb-nagyobb súrlódásokkal, ugye a fiammal való kapcsolatomban. És amióta megszületett a kislányom, azóta nagyon sok olyan személyiségjegye előjött a kisfiamnak, amely az én személyiségjegyem is, tehát gondolom másolt, mert ugye minden gyerek másolja a szüleit, de olyan tulajdonságai, amiket én, bocsánat, hogy így mondom, de gyűlölök magamban. És amikor csodálkozó, hogy megjelenik akkor a gyerekben? Hát, hogyha gyűlölöd magadban, át is adtad neki rögtön. Az a kérdésem, hogy amikor én ezt látom, akkor valamiért agresszívvá válok itt magamban. Nem bántom őt, mert nem szeretném bántani, de magamban érzem ezt az agresszivitást, vagy amiatt, mert ugye én is ilyen környezetben nevelkedtem, nem tudom miért, de hogy ezzel mit tegyek, hogy én ezt ne érezzem, mert ő nem tehet arról, hogy bennem ez van. Agressziót agresszióval le lehet csendesíteni? Nem. Akkor ne tegyél semmit se ellene, érte sem, nem nézd meg azt, hogy ez valójában honnan jön. Az agresszió és esetetben a dű, ami még hozzájön, az a tehetetlenségből fakad, hogy te nem tudod nem gyűlölni magadban azt az adott karmát, amiről tudod, hogy csak részben a tied, a szüleidtől is kaptad, vagy annak a hiányát érezted, amit éppen nem kaptál meg, de nem tudod hatástalanítani. Ott van a hátizsákodban, mint valami időzített bomba, és a legrosszabbkor robban föl úgy, hogy a tűz átterjed a gyerekre vagy gyerekekre is. Ezt hívják transgenerációs karmának.
Ha magadban ezt nem szünteted meg, akkor a fiad is, meg a lányod is tovább viszi. Azért születtek hozzád, hogy leteszteljenek. Anyuka tényleg továbbadja nekünk? Vagy sem? Na ez az igazi fertőzés, hölgyeim és uraim. Tehát a gyerek mindig tükröt tart. Mindig. Keményen, kegyetlen, úgy, hogy közben nem tudod nem szeretni, mert annyira aranyos és ellenállhatatlan. A tükörtartás kőkemény. Pont azt testesíti meg, amit nem szeretnél, hogyha nem uraltad magadban. Tehát akkor emlékeztető, hogy mit nem fejeztél be a karmádból. Mi az, ami még vak volt a személyiségeden? Mi az, amit még nem láttál meg magadban? Mert azt a külső kis Buddha megtanítja, kőkeményen. És az még egy misét megér, hogy a gyerekek közti rivalizáció az hogyan fordítható le a társkapcsolat minőségére, ugyanis feltűnt valami a kérdésedből, hogy apukát meg se említetted. Egy szóval se. Pedig nagyon szerencsés vagyok, mert apuka az ott van, és mindenben támogat. Akkor javasoltok valamit csak itt távoli szolidaritásból? És nekem is van egy 8 hónaposom. És tündérbogár teljesen, de már látom a saját karmámat benne. Tehát elkereszteltük pár hónappal ezelőtt akaratkának, mert olyan akarata van, hogy ezzel, és akkor az anyával rögtön utána mondtuk, hogy hát akkor legyen türelemke is, és amikor így tényleg az mind a 8 kilóját megfeszíti, mert akar valamit, akkor azért akaratka türelemke. Érted? Tehát ez nekem nem volt. Tehát amikor én benyomtam a hajtóműveket, mind a négyet, akkor hú, te hangsebesség felett. Elképesztő. És ezt ő is meg fogja csinálni, benne van a képletében. És tudom, miért született hozzám ennyit már. De az, hogy még miért? Hú, az még a hullámvasút állomásain ki lesz írva neonnal. Vakító kék betűke, imádja a kék szint, és minden, ami kék és fényes, ez így megy utána. Döbbenet. Kedvenc színem a mély kék egyébként. Az indigó kék, mély kék. Gyógyító Buddhának is a színe, a nagy Dáraninak is a mögöttes ugye, frekvenciája, a döbbenet. Úgyhogy nézd meg, hogy mely született hozzád az a kettő. És apát ne vegyük adottnak, mert ha adottnak veszed, és csak úgy ott van a háttérben, akkor előbb-utóbb lekerül a padlóra. Tehát emeld fel. Emeld magad mellé. Legyetek fejfáj mellett szívtől szívig. És akkor spontán előkerül az ő szerepe is. Jó? A férfiak nem csak szolgáltatók, meg úgy biztosítjuk a járművet, meg megvédjük a zárat az ajtón. Tehát. Úgyhogy tessék apát is ebben aktivizálni, és hát ezzel a fiaddal foglalkozzon ő is minél többet, mert jelenlétből tanulunk. Főleg, amíg kevésbé beszél az első két évben. De jelenlétből, az áthatásból, a figyelemből, sőt, még többet tud tanulni, mint hogyha éppen beszélgetnénk. A fogalmi nyelv, az a tudattól tudatig való kommunikációhoz képest kétségbejtően lassú. Körülbelül a személyvonat és a 2,5 Maha repülő vadászgép közötti különbség. Vagy a fénysebesség és az ilyen kis kurblizott régi második világháborús autó közötti a különbség. Hatalmas. Tehát tudattól tudatig az első két évben, amit kap a gyerek, ezt elkezdi artikulálni a harmadik évben, amikor már beszél, és akkor a szülők először jönnek rá, hogy mit rontottak el az első két évben úgy, hogy látszólag nem történt semmi, csak evett, ivott, aludt, mászott anyatejet, és hozzátáplálást fogyasztott, és gyakorlatilag a nevelés nagy szakon megtörtént. Kőkemény. És ennek tudatában van az, hogy hibákat nem tudsz nem elkövetni. Tehát tehát nincs tökéletesség, csak optimum van. Az optimum azt jelenti, hogy az elkövetett hibák javíthatóak maradnak. Ennyi. Nézd meg azt, hogy viselkedés problémák ugye mikor kezdődnek, amikor a kizárólagosság megszűnik. Tehát megszületett a fugica, és 8 hónappal ezelőtt az egyeduralomnak, a királyságnak vége volt. És az apának kell ilyenkor a fiatal gyermeket az éntelenedésre, az önzetlenségre tanítani. Az anyának a feltétel nélküli szeretete, különösen mivel 8 hónaposon keresztül jön, ezért nem elég szigorú.
Úgyhogy apának a szerepe itt egyre nagyobb lesz, ahogy a fiát meg kell tanítani, hogy ő nem az abszolút gyermek, mert csak egy van, hanem relatív gyermek, mert van még egy. Jó? Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szívesen. Nekem a kötődéssel kapcsolatban lenne kérdésem. Engedd el. És pedig az, hogy régen nagyon-nagyon erősen kötöttem mindenkihez. Hát egy ilyen szeretethiány is volt bennem, és már ez teljesen megszűnt, és egyszerűen sokszor azt érzem, mintha nem lenne bennem érzés, pedig van, de nem, egyszerűen nincs kötődés. Most termeled újra azt a szeretethiányt, amitől később a kötődést mániákusan szeretnéd majd. Most a körnek az alsó részén vagy. Az egyszer csak átcsap, ugye az áldozat elkövetőbe, és akkor mindent megteszek azért, hogy szeretetet kapjak. Tehát tessék ezt is középre hozni, és látni, hogy ez a szeretet, ez alapvetően érzelmi forgalom. Egy olyan kölcsönhatás, ahol legalábbis rövid távon energia plusszal zárunk, mert mind a kettő ad, ugye, te is, meg a másik fél is, és akkor itt köztünk így fölhalmozódik ez a finom kis szeretet energia. És ezt tudni kell kellő bizalommal és együttérzéssel csinálni, még akkor is, hogyha esetleg a csillagállások nem jók. Van most ilyen szeretett személy az életedben? Igen. Hát akkor mi a baj? Nem, egyszerűen, tehát szeretem, de nem kötődök. Tehát egyszer nem érzem azt, hogy... És ő? Ő kötődne. Itt a baj. Ha ő ugyanúgy szeretne, de nem kötődne, akkor tök jól lennétek. Tehát ez egy aszimmetrikus dolog, kérem szépen. Tehát elárulom, egy jó kapcsolathoz nem az kell, hogy tökéletesek legyenek az asztrológiai képletek, mert olyan egyébként sincs, hanem hogy mondjuk az énségnek a foka, vagy az önzetlenségnek a foka szebben fogalmazva legyen nagyon hasonló. Tehát, hogy pont azt fogni meg, azt nem tudjuk. De hogy ugyanannyit és ugyanolyan erővel fogjunk meg és engedjünk el, mikor nincs ez szükség, azt lehet. Ez az énség per önzetlenségnek a fokmérője. Ezt lehet látni. Tehát, hogyha valaki iszonyatosan anyagias, így megfog mindent, a másik pedig így a marha nagyvonalú valaki, akkor nem lehet együtt élni. Érted? De hogyha mind a kettő szórja a pénzt, akkor sem. Mert akkor elszegényednek. Más pedig nem értenek egyet. Hihetetlen. Tehát pontosan azok a vonzások, taszítások, ellentétek és azonosságok kellenek, amelyek a kapcsolatot szépen egyben tartják. Tehát... meg kell nézni, hogy ő ilyen feltételekkel tud-e veled élni. Mert azt mondtad, hogy te szereted, de nem kötődsz hozzá. Ő szeret és kötődik hozzád. Ez csak megfogalmazásbeli különbség, vagy pedig állandóan lasszóval szeretne ő téged megfogni, miközben te ezt nem szeretnéd, de egyébként távolról szereted? Valójában igen. Tehát... ő lasszóval szeretne megfogni, én meg távolból szeretem, de nekem más a... Uh-huh. Apádra gondolva mi jut eszedbe most? Nagyon szigorú volt velem. Aha, ezért nem engedsz kötődést a férfihoz. Ezt a szigort tessék az apádnak visszaadni, különben nem fogsz tudni szeretett férfihoz kötődni. Még mindig az apád szigorától szeretnél megszabadulni. És régen akkor miért volt kötődésem? Most meg, tehát, hogy ez miért változott meg? Ezt erre nem tudtam rájönni. Azért, mert akkor ez a karma nem jött elő. Ja, értem. Most már így sokkal inkább a biztonságra törekszel, mint a tapasztalatszerzésre. És ez pont inverz módon működik benned. Tehát most kéne kötődni sokkal inkább, mint korábban. Itt az apával való viszonya a kulcs, és ez nincs rendezve, ez is látszik. Tehát tessék az apával belül, és ha lehet kívül rendezni ezt, visszaadni a szigorát, neked egy picikét ilyen fogadóképesebbnek lenni, és akkor a kötődés fok, az kiegyenlítődik. De ezt magamba kell rendezni, vagy vele kell? Vele már próbáltam, de nem... Először magadban, és hogyha nagyon jól csinálod, akkor... döbbenten fogod észrevenni, hogy megváltozik a vele való viszony is. Amíg magadban ezt nem mozdítottad el, addig az archetípus, mint egy kőbálvány ott van, és semmi nem történik. Érdemben semmi sem. Jó, köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Pánik és halálfélelem.
Pánik és halálfél a kedvenceim. Mit szeretnél velük? Hát, hogy érzi, tehát tudatilag én tudom, hogy mivel lehetne kiütni, de érzésbe olyan erősen jelen, föl tud jönni, inkább így mondom, tehát nem egy állandó dolog, uh-huh. hogy azt fizikai mondod, tüneteket hogy... okoz, tehát légszomj és aha. társai. Helyes. Ez az igazi pánik, hát nem hát kis pályázunk nem. itt jobbra-balra. Hát egy normális halálfélelemnél azon nyomban szomatizálódsz, remegsz, megbénulsz, nem látsz, nem hallasz rendesen, még gondolkodni se tudsz. Ez a teljes turbóra kapcsolt halálfélelem, nincs ezzel baj. Azt mondtad, hogy tudod, hogy mivel lehet ezt kiütni, így van? Hát sejtem, gondolom. Az, az nagyon más. Nem, egy bírósági tárgyalás, hogy te tudsz, vagy sejtesz, ez perdöntő. Tehát tudatilag végig tudom gondolni azt, hogy... Na Istenem, te félelem állapotban, amikor pánikban vagy tudsz akkor gondolkodni. Akkor nem. Tehát akkor le vagyok kapcsolva. Itt a kulcs, hölgyeim és uraim. Ugyanis ha ezt nem tudod te gondolkodás nélkül érvényesíteni az adott pillanatban, akkor a pánik és a halálfélelem az úgy túltölt, hogy egy darab gondolattal nem tudsz élni. És amit itt szépen végig tudnál gondolni lépésről lépésre, mint a használati utasítás 1-2-3-4-5-6-7, az mind ment a levesbe. Ezért nem működik a gondolatalapú technika ilyenkor. Tessék szíves visszatérni ide a gondolkodás elé. Zen gyakorlattal ezt biztos meg tudod csinálni, hogyha tényleg csinálod azt, ami ilyenkor a szokásos menet. Kezdő elvonulás, közép, haladó és a többi. És ekkor vissza tudsz lépni egy olyan helyzetbe, amikor még ez a pánik nincs. Még ez a halálfélelem nincs. És akkor kiderül, hogy a fájdalom, szenvedés, veszteség, halál, ez a négy, ez nem ugyanaz. Most még egybe van. Mivel ez a négy egybe van, olyan, mint a tábortűznél négy égő hasább fa, ami tövig össze van tolva középen, és hatalmasra csapnak a lángok. Ha ezeket elkezded széthúzni, és megnézed, hogy a szenvedés, fájdalom, veszteség, halál, ezek nem ugyanazok. Tehát van fájdalommentes szenvedés, van halálmentes veszteség, van olyan veszteség, ami rosszabb, mint a halál. Nézd meg, ezeket szépen nyugodtan játssz el vele, amíg tudsz gondolkodni. És hogyha jól csinálod, akkor a hamis azonosulások nem következnek be. És amikor ez a négy hatalmas tűzifadarab össze van tolva a mágiában, és így fölfelé mennek, akkor a pániknak a tüze, az mindent föléget, és nem látsz semmit. Csak remegsz, és ez egyedül, hogy mikor lesz vége, mikor lesz vége, mikor lesz vége. Úgyhogy tessék a lélegzetet figyelni, tessék a tudatnak teret adni, tessék visszatérni a tükörhöz, és benne tisztán látni, és hogyha kellő energia megmaradással tudod ezt tenni, az energia szinted egy idő után a tudat tisztaságát szolgálja, és így a lélekben beindul az öngyógyítás folyamata. Nem csak a testben van ez, a lélekben is van ez. Mind a kettőhöz tudatosság kell, a tudatnak a téressége és tükörszerű élménye, nem pedig egy olyan gondolati ugye, kísérlet, ami pont a pánik pillanatában így úgy elmegy, hogy hihetetlen. Miért mondom ezt teljes együttérzéssel, mert 33 éve velem is megtörtént. Egy olyan tudatállapotban, amit senkinek nem kívánok, mindenkinek megvan a saját maga válsága, engem ezt hozott ide a zenhez, és volt egy olyan mondat, amit addig, ugye egy kis tibetivel foglalkoztam, nem a hagyomány hibája, hogy én ezt rosszul tudtam, de idézem, minden istenség, még a legnagyobb is, önnön tudatott terméke. Elég ezt tudnod, és szabad vagy. Az első két sor igaz, a második kettő nem. Elég tapasztalnod azt, hogy ezt teremted, és akkor uralhatod. De ha ezt nem tapasztaltad, nem tudod uralni, nem leszel szabad sem. És ez nagyon súlyos. Miért? Mert pont ez a gondolat, amikor az összes istenség, legyen az haragvó vagy egyéb aspektus, rád tör. Tessék nyugodtan az érzelmeidet, a zavart gondolataidat, másnak a karmáját behelyettesíteni az istenségek helyére, ami betölti a tudatodat. Ha ezt nem látod, a saját teremtésedet nem tudod uralni, akkor te soha nem fogsz ettől megszabadulni. Tehát az egyetlen egy, az az, hogy te a tudat terét és tükörségét tapasztalod újra, és leválasztódsz erről a jelenségről, lejössz a színpadról, és a vetítőteremből nézed az egészet.
Tehát nem mozdulsz. A pánik a kényszermozgás. A halálfélelem az egyébként az élettől való félelem is, csak más jelmezben. Úgyhogy nem mozdulsz, nem reagálsz, nem gondolkodsz, úgyse tudnál, és ilyenkor felesleges, csak növeled a káoszt. Régen az Írók boltján Pesten az Oktogonon kim volt a felirat a személyzeti bejárón az eladótérből, tehát látta mindenkit. Ne csácsogj, növeled a káoszt. Pont. Gyönyörű volt. De hát ez már sok éves történet. Én szerintem már nincs kint. Úgyhogy nyugodtan hagyd ott a tudatodnak azt a részét, amik állandóan dualizál és fut maga elől. És maradj meg a nem mozdulóban, maradj meg a pillanatban, maradj meg a látás állapotában, és ne akar semmit. Ne vonz és ne taszíts semmit. És ha ezt a pillanatot meg tudod tartani, és ehhez kell a testtudatosság és a légzéstudatosság is, így lesz meg a lélek vagy a karmának a tudatossága, akkor tudod ezt uralni. Egyébként nem. Egyébként elvisz a saját karmát forgószele, és a legsötétebb pokolba visz a saját ragaszkodásod. És hogyha nincs meg a dharmának a fénye, vagy a módszernek, a technikának az Ariadné fonala, nem tudsz kijönni évekig a labirintusból. És a saját szörnyeteged meg fog enni. Ezt azért mondom ennyire drámaian, mert láttam embereket, akikkel ez megtörtént. Nekem iszonyú szerencsém volt, hogy találkoztam a tannal ideje korán, és azért találkozhattam körülbelül 4-6-7 latencia után, mert eldöntöttem, hogy én ezt megoldom. Tehát amíg kívül kerestem a megoldást olyan helyeken, olyan könyvekben, olyan emberektől, akiknél ez nem volt meg, és pánikoltam, mert pánikban voltam, és féltem, mert féltem, ez úgy erodálja a tudatnak az energiáját és a tisztaságát, hogy nem lehet elmondani. Pillanatok alatt szétesel, és csak a mindennapok teendőinek a kis kérge tart össze, de belül totál káó van. Hogyha hasonlót tapasztaltál, az a dantei sötét erdő. És nem kell az emberélet útjának feléig várni, hogy te egy ilyenbe bekerülj, most már sokkal hamarabb megoldjuk. Sokkal gyorsabban. És innentől kezdve, hogy én eldöntöttem, hogy én ezt megoldom, onnantól kezdve 4-6-7, már nem tudom pontosan, hogy ez mikor, milyen, de ez nyáron volt, és ősszel, szeptemberben már zen gyakorlaton voltam. Tehát kell egy döntés belül, és az univerzum válaszol kívül. De ha te nem döntöd el, hogy ezt megoldod, addig nem is lesz megoldás. Erre kell nagyon figyelni. Jó? Jó, nagyon köszönöm. Szívesen. A meditációval kapcsolatosan volt egy olyan tapasztalásom, hogy 2 napon keresztül, nem tudom, hogy ez az igazi meditáció, vagy, tehát, hogy itt a szívtájékon nagyon kellemes érzés volt, és egy ilyen nyugalom. Tehát emberi kapcsolataim voltak közben, tehát beszélgettem, és nagyon kellemes volt. Nem tudom, hogy ez hogy ez az igazi meditáció volt-e? Igen, hogy talán ez... Olvastad a Piszkos Freda kapitányt? Nem. Rejtő Jenő alias P. Hovártól? Arra részre gondolnék, amikor San Antonio főherceget, a Boldogság szigetek uralkodóját eladják. És miután eladták, és egy uszály fenekén, egy szalmabálán ugye, földet ért, az alvilágba juttatják, és nagyon sok embert megpróbál meggyőzni arról, hogy de ugye ön tudja, hogy én az igazi San Antonio herceg vagyok. És mindenki csak úgy lerúgja, lepattintja, és egyszer csak jön valaki, aki azt mondja, hogy természetesen, ha ön elhiszi, ha én az igazi Trebics vagyok. Tehát mi az igazi meditáció? Nincs olyan, hogy igaz vagy hamis meditáció. Erre a herceg is rájött, és nagyon sokat kellett dolgozni, hogy visszaérjen a palotába. El kell olvasni a regényt, egyrészt azért, mert sikoltva fogsz röhögni, hogy ilyet csak magyarul lehet írni. Ez valami hihetetlen. Ugye az identitás, hogy az igazi San Antonio főherceg, miközben Fülig Jimmy fölvette a ruháját, és valójában
törvényt hozott a nevében a palotában, például, hogy az államtanácsot meg lehet látogatni zokniban is, kicsi volt rá a cipő. Tehát a főhercegnek más volt a lábmérete. És ezt a konfliktust ugye úgy oldotta, hogy hozott egy törvényt, hogy zokniban is lehet az államtanács üléseit látogatni. Tehát a tudatod az igazi meditáció állapotában mit csinál? Törvényt hoz, bujdokol, alvilágba megy, felvilágba megy. Tehát van egy ilyen érzés, hogy nem történik semmi, de az úgy minden. És most ne az én szavaim mondják meg, hogy mi az igazi meditáció, tapasztald a tiszta tudatot, és hogyha a helyzetet megfelelően ismered föl, hogyha a kapcsolatot megfelelően létesíted, és a működésed is helyes, akkor ez harmóniával, boldogsággal, szeretettel jár. Magyarul gyümölcséről ismerszik meg a fa. Nem pusztán az, hogy te hogy érzed magad meditáció alatt, meg milyen tudatállapotot élsz át. Meddig? Két nap? Két hét? Három hét? Tehát minden állapot, ami jön és megy, az rendben van, de nem azt keressük. Ami látja ezt, és nem jön, és nem megy, nem keletkezik, és nem hal meg, azt keressük, de valójában ez az, ami keres. Tehát ezért mondja a kínai bölcsesség, hogy hogyan találhatnál meg egy olyan bikát, aminek már a hátán ülsz. Oké? Vagy egy másik hasonlat, hogy mindenki tudja, hogy van orra hegye, de amíg nem néz a tükörbe, addig nem látja. Megfoghatod, kicsit gyürkészheted, esetleg a kölök is meggyürkészi, az ön édes dolog, megfogja az arcodat, de amíg nem látod a tükörben, addig nincs közvetlen tapasztalásod szemmel, vizuálisan, hogy az orrad hegye milyen. Az öntermészetünk is ilyen. Bennünk van, valójában ez vagyunk, és nem ez az egoitás, aminek hisszük magunkat. De mindaddig, amíg nem takarítottuk el a téves nézeteinket és hamis azonosulásainkat az útból, addig ezt nem tapasztaljuk. Úgyhogy az igazi meditáció az, amely felismerteti a szenvedés tényét, okát, megszüntetését, és segít végigmenni az úton. Ahhoz, hogy te ezt átéld, nem tudom, hogy milyen karmák levetésére és beemelésére van szükség. Van úgy, hogy egy szörnyűséges meditáció, amikor te a poklok poklát éled át, olyan tisztasággal jár, miután befejezted, hogy azt mondod, hogy érdemes volt. Vagy amikor véletlenül a tudatod elmegy a mentális Seychelles-szigetekre, és ilyen hatalmas boldogság, kilépsz az utcára, és minden összeomlik, mert rájössz, hogy odakint nem az van. Tehát nem tudom neked megmondani, hogy mi az igaz vagy hamis meditáció, de te érzed, hogy több illúzióval vagy kevesebb illúzióval zárult az egész? Tiszta tudattal jöttél ki belőle, vagy sem? Megfelelő a helyzet felismerésed, kapcsolatteremtésed, együttműködésed, vagy sem? Ezért mondom azt, hogy gyümölcséről ismerszik meg a fa. Úgyhogy tessék tovább meditálni. Elárulom, én tudom, hogy mi a rossz meditáció. Elmondjam? Jó. Igen. Elmondom. A rossz meditáció az, amit nem végzel el. Jó, köszönöm szépen. Ez az egyetlen, más nincs. Nekem egy olyan kérdésem lenne, engem a nagyszüleim neveltek, és az apukám Kanadában élt, az anyukám itt Szentesen, de nem nagyon foglalkozott velem, és én így próbálom így helyre rakni a dolgokat, hogy miért nem járt ez nekem, hogy volt idézőjelben rendes családom. És így külön-külön helyre raktam őket, hogy az apukámnak muszáj volt diszidálni, mert rendszerellenes volt, az anyukám úgy élt, ahogy, és tudta, hogy jó helyen vagyok a nagyszüleimnél, és azt így teljesen el is fogadtam, de valahogy mégiscsak így, tehát most ott tartunk, hogy az apukám se szereti az anyukámat, és az anyukám is neheztel az apukámra. Tehát, hogy valahogy én így rendbe raktam őket így magammal, de ők kettőjük között még mindig feszültség van, és ez rajtam keresztül megy. Na ez a baj, hogy rajtad keresztül megy. Az, hogy ők feszültséget éreznek egymás felé, tehát egy ilyen komoly különélés azért ez generál egy csomó mindent. Te legyél szíves kiszállni ebből. Miért? Mert felnőttél. Neked van családod? Nincsem. Miért nincs? Igen, ezt már megfejtettem, miért nincs. Miért megy el mellőled a férfi? Mert apád is ezt csinálta, és olyanokat vonzol be, akik szintén ezt csinálják? Nem, én hagytam ott a férjem, nem ő hagyott ott engem. Aha. Ez ugyanaz feketében. Aha. Érzed, hogy figyeld meg ezt a zembotot? Nagyon jó, figyeld meg, hogy ez a vége egy picit vékonyabb, mint ez.
Mi változott? Tehát egy elhagyható férjet vonzottál be. Gratulálok. Köszönöm. De hidd el, hogy együtt érzek, mert csak ez a fránya zembót mutatja a jelenségek relativitását, hogy mint egy A-városból B-városba, vagy B-városból A-városba jutottál el, ugyanazt az utat tetted meg. Tehát, hogyha megnézed, akkor sajnos lemásoltad ezt a karmát, és ezért kell függetlenné válni az érzelmi karma szintjén a szüleinktől. Az nem azt jelenti, hogy nem szeretjük őket, csak azt jelenti, hogy az ő szokásaikat nem visszük tovább. Mert hogyha te tovább vinnéd ezeket a szokásokat, akkor ugyanazt a hibát követnéd el, mint apu és anyu. Tehát a legnagyobb dolog, amit kaphattál a szüleidtől, és ezt nem hajthatod be rajtuk, mert már elmúltál 18, az az önállóság, az a tisztánlátás, amivel a saját életedet élheted, az utadat megválaszthatod, hogy ne csak sorsod legyen. Mert a sors az, amit kapunk és hozunk magunkkal. Az át nem látott karma kényszerű kiélése, ez a sors. Az út az a választás, hogy igen, így akarok gondolkodni, így akarok érezni, így akarok beszélni, így akarok cselekedni. Ezzé szeretném magam formálni, és ez nem önzés, kérem szépen. Ez egy olyasféle tág tudat, olyasféle felelős gondolkodás, hogy rajtam ez a feszültség ne menjen át a másikhoz, mert semmi dolgom vele, már felnőttem, megköszönöm anyának és apának, amit kaphattam, lemondok arról, amit nem kaphattam meg, járom az utamat úgy, hogy amikor ideje van, akkor találkozunk. De egyébként az ő karmájuk ne határozza meg az enyémet. És paradox módon láttam ilyet, ahol ez úgy valamilyen csoda folytán megvalósult, a gyerek annyira hálás, hogy csak már ezért is akarja követni az aput, anyut, mert ennyire önállóvá tették, és nem akarták meghatározni, hogy éppen ő ki legyen, mi legyen. Csak úgy megtanították neki a törvényt, hogy ez az egész hogy működik, amit láttak a törvényből. De minél inkább csak magamat látom, annál kevésbé látom a törvényt, a működést, a darmát egyébként. És ekkor van egy hatalmas tragédia, amit sajnos át kell lenni, hogy át akarom magamból adni a legjobbat, de azért nem tanulja meg, mert én a saját egoitásom állok az útjában. Nem engedem a saját szemével látni, a saját fülével hallani, a saját elméjével gondolkodni. Nem engedem az útján, mindig ott vannak a segédkerekek a kerékpáron, és csak úgy menjen, ahogy én mondom. Na most ez nem közvetlenül vonatkozik rád, de közvetetten igen. Itt most a hiányról kell beszélni, és a hiányt nem másold le. Sokkal rejtettebben van ott a hiány, mint valaminek a léte vagy feleslege. Tehát belül el kell végezni ezt a munkát, és ha kell egy jó konstellációs terápiával kívül is, hogy a család dinamikáját a térbe téve, vagy külső, vagy belső térben tapasztalod azt, ami a szülőkkel való kapcsolat, a karmának ezt a fajta desztillálását, mit viszel magaddal és mit adsz vissza, el kell végezni, olyanná formálódni, aki alkalmas egy párkapcsolatra és családi életre, és akkor nem megy el mellőled a férfi. Nem másolja le apukát. Jó? Jó, köszönöm. Szívesen. Utolsó két kérdés. Elhangzott ez a mondat, hogy miben segíthetek? Az elhangzott. Hogy tegyem fel ezt a kérdést, hogy miben segíthetek? És mi van abban az esetben, ha ez csak olaj a tűzre? Meddig kell az idézőjelbe rakva elmennem abban, hogy ezt a konfliktust próbáljam megoldani? Mitől lett ez olaj a tűzön? Mi történt? Abból kifolyólag, hogy egy segítőkész ember vagyok, ő viszont nem az. Oké. Mi volt a reakció? Most legyél metszően konkrét. Kialakul egy ideig a harmónia, de utána megszűnik. És egy eddig tartotta, miben segíthetek hatása. Azt hittem, hogy rögtön nyakon akart vágni, mihelyt föltetted a kérdést. Hogyha volt egy kis harmónia kérdés nyomán, hát akkor valamit jól csináltál. Tedd fel egy másik szögből, kicsikét rejtettebben. Más szavakkal. És akkor nem fogja annyira észrevenni, hogy te megint önzetlen voltál, és nem akart beléd rúgni még egyszer. Köszönöm. Szívesen.
Mondjuk ez védhetetlen, tehát előbb-utóbb ez a miben segíthetek, hogy ez tényleg őszinte, és tényleg van benne önzetlenség, alázat, együttérzés és odafordulás, ez védhetetlen. Nézd meg! A szeretet nagy művét ilyen egyszerű kis lépésekkel így lehet fölépíteni. És nagyon egyszerű, csak nagyon észnél kell lenni, nagyon tiszta tudattal, hogy még véletlenül se ítélkezzél azért, mert valaki hibázott. Tehát a hibát javítsd, és ne ítéld el az embert. És a magadét keresd, és azt vedd előre, és ne a másikon verd le azt, hogy még mindig ugyanolyan, mint tegnap. Érdekes, hogy ahogy te változol, úgy változik a másik is. Ezt megfigyelted? Persze. Hát akkor jó étvágyat hozzá, tessék. Köszönöm. Ki volt itt? Én az időbeosztással kapcsolatban szeretnék... Hát erre nincs időnk az időbeosztásra. Néha úgy érzem teljesen magam... Teljesen kifutottunk belőle. Tudod, mikor tett fel ezt a kérdést az időbeosztásra? A nap 25. órájában. Szóval néha úgy érzem magam, mint Bendegúz, hogy sose volt sürgős dolgom, mindig rohantam valahova. És amire a legkevesebb idő jut, az a szellemi töltés. De ma eljutottál ide. Hát akkor valamit jól csináltál. Tanácsot szeretnék kérni, hogy nagyon, érzem, hogy nagyon fontos a reggeli indítás és az esti zárás. Hogy milyen zen gyakorlatot tudsz ajánlani nekünk, akik tényleg dolgozunk, tehát hétköznapi emberek vagyunk, és van munkahelyünk, és hogy hogyan tudunk ebbe beépíteni, ebbe a rohanó életünkbe olyan szellemi gyakorlatot, ami egy bizonyos töltést ad nekünk egész napra. Hát ilyenkor korábban kell kelni. Tehát ez innen indul. És elvégezni egy olyat, hogy felküzdöd magad a 108 leborulásig, a 3 szútráig, kóreai szívszútra, magyar szívszútra és a nagydárani, majd 30 perc ülés. Ez, amit elmondtam, ez 1 óra. Ha ezt az 1 órás blokkot megcsinálod reggel és este, a bólogató emberünk ezt tudja, mert csinálta, nem is ennyit, hanem még többet. Úgy-úgy, és hogyha kell, meg is tanítja. Tehát itt szerencsére Szentesen van szanga, van gyakorlócsoport, és Békés Csabán is van, és Szegeden is van. Úgyhogy itt ez a rész ez nagyon el van látva. És csinálni kell úgy, hogy az esti az mindig kicsit ugye relatívabb a család miatt, de akkor a másik ilyen időbeosztásbeli tanácsom, tovább kell fönnmaradni. Köszi. Szívi. Úgy-úgy. És amennyire nehéz, és ezt tapasztalom, de hát a feleségem elkeresztelt Mr. 440-nek, mert akkor is fölkelek. Gyerek még ébredezik, amikor már visszajövök a gyakorlatba. Tehát ez kell, és a templom életben hidd el, könnyű, én azért választottam a templom életet, mert az nekem könnyebb. Ez viccesen hangzik, de nem az. Tehát fel kellett építeni, meg kellett csinálni, meg kellett érte küzdeni, le kellett küzdenem 10 évnyi pánikot, úgy néha-néha, amikor fejléces leveleket kaptam 2007 és 2017 között, azért ez nem volt semmi. De hálás vagyok mindenkinek, aki segített, meg aki ráébresztett az ellenoldalon, hogy hol hibáztam. És ez egy elképesztő tapasztalás, hogy ha megteremted a belső környezetet a gyakorlásnak, tehát hogy azt mondod, hogy te ezt megcsinálod, és időt szánsz rá, az univerzum azon nyomban glédába áll. Tehát nekem is nagyon-nagyon sok fejtörést okozott, hogy na most a család életet és a szanga életet, a családot és a csoportot, azt hogyan fogja ez az egyén egyeztetni. Elárulom úgy, hogy időtlen boldogság az eredménye. Idő az nincs, boldogság van. És ezt kívánom mindenkinek. Tehát nyugodtan investáld be az idődet, egyrészt tényleg nem tudod, hogy mennyi van, és tessék szíves minőségi életet élni, hogy ne félj a haláltól. Tehát, hogyha mersz élni, és az életed olyan szellemi, érzelmi, gondolati, fizikai, érzékszervi minőségeket hoz magadban és a környezetedben, a kapcsolataidban, amelyet érdemes élni, akkor uram, bocsá, nem tudod, hogy mikor kapod az SMS-t, hogy éppen meg fogsz halni, de addig minden rendben van. A konfliktusok is, a harmónia is. A gyerekek is, meg az apjuk is, meg az anyjuk is.
Úgyhogy tessék szépen törekedni arra, hogy ezzel a gyakorlattal adjunk minőséget az életnek, a tapasztalatunknak, a kapcsolatainak és a működésünknek. Miért? Kiderült több ezer évnyi tapasztalattal, hogy a tudatod minősége adja a tapasztalatod minőségét. Tiszta tudat, magas szintű tapasztalás, szennyezett tudat, akármilyen gyönyörű külsőségeid vannak, kuka az egész, mert nem tapasztaltál tisztán. És egy olyan sorral szeretném zárni a mai darnabeszédet, amely a halotti szertartásunkban fordul elő, hogyha a fájdalommal teli birodalmak egyikében szenvedsz, figyelj jól, hogy a karma tüze kialudjék és megszabadulj a szenvedéstől. Érj el minden lény a megvilágosodást. Köszönöm a figyelmet.